Tolna megyében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának 11 ezer tagja van, amelyből 9 ezer őstermelő. A kamarai tagdíjat a szervezet állapítja meg tagjai számára. Tavasszal a gazdasági társaságoknak, novemberben pedig a magánszemélyeknek kell megfizetni a tagdíjat. Idei évben a történelmi asztályra és az energiaválságra való tekintettel úgy döntött a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának a küldött gyűlése, hogy a magánszemély tagjaink részére országosan 1 milliárd forint tagdíjkedvezményt nyújt, és a 2023-as évben pedig további 2,5 milliárd forint tagdíjkedvezményt fogunk nyújtani, de ott már nem csak a magánszemély tagoknak, hanem a gazdasági társaságoknak is. A 150 ezer forint vagy ennél kevesebbet fizető tagok automatikusan részesülnek egy 30%-os kedvezményben, mely az ügyfélkapujukon már most nyomon követhető. A 150 ezer forint fölötti tagdíjsávokba eső kamarai tagjaink esetében nem automatikus ennek a 30% kedvezménynek a megadása, hanem egy méltányossági kérelmet kell, hogy benyújtsanak. A kérelmek elbírálása még a decemberi hónapban megtörténik, és a gazdálkodók az értesítéseket a jövő év elején vehetik kézbe. Vendég Edit azt is elmondta, véges a keretösszeg, melyet az országos szervezet Tolna megyének biztosított, így fontos, hogy az érintettek mielőbb benyújtsák kérelmeiket. Az idejére jutó 1 milliárd forintos kedvezményt a NAV százalékos arányban osztotta szét a megyék között attól függően, hogy az asszály milyen súlyosan pusztított az adott területen. Tolna megye az összes kedvezménykedet 30%-ában részesedett.